1369 első éves kezd szeptemberben a Nyíregyházi Egyetemen. A pótfelvételi után már ez a teljes létszám, ami 10%-kal több, mint a tavalyi. A tanári szakok mellett a gazdálkodás, menedzsment, a kisgyermek és csecsemőgondozó szakokra sokan jelentkeztek. Az elmúlt héten még 117 pótfelvételiző jutott be a felsőoktatási intézménybe, így 1369-en kezdenek az első évesek. Az egyetemen szinte minden képzési területen növekedett a hallgatói létszám. A tanárképzésben kimagaslóan. 74%-kal többen jelentkeztek, mint az előző években. Többen juthatnak be az államilag finanszírozott helyekre is. A műszaki és a mérnökképzés mellett a legtöbben a gazdálkodás-menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, a turizmus-vendéglátás területeket választották. A legmagasabb ponthatár a légihajózási szakirányon volt, tehát oda volt a legnehezebb bekerülni. Ha jól emlékszem, kb. 35-en jelentkeztek, alkalmassági vizsgát kellett tenniük, magas volt a ponthatár, és mintegy 17 fő került be. Egyébként tanárképzésben 305 pont volt a bekerülési határ. A pótfelvételi eljárásban is hasonló ponthatárokat állapítottak meg. Egyébként a pótfelvételit követően 18-an a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán indított képzéseken is tanulhatnak majd. A képzésekre való jelentkezések sora még nem zárult le, a diplomások számára meghirdetett szakirányú továbbképzésekre, pedagógus továbbképzésekre még lehet jelentkezni. A teljes listát az egyetem honlapján megtalálják az érdeklődők. Ezek a képzések is önköltségesek. Tehát ez azt jelenti, hogy még többen tanulhatnak a Nyíregyházi Egyetemen. Az egyetem oktatási rektor helyettesét kerülő Juditot köszöntöm, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Azért az beszédes, hogy több a jelentkező évről évre, és hogyha a tavalyihoz viszonyítunk, akkor itt elhangzott az a szám, átlagosan az a 10%, amennyien többen választották a Nyíregyházi Egyetemet. Ebben már egy picit benne van az egyetemi rang is? Hát nagyon bízom benne, hogy benne van. Mert amikor láttuk a felvételi jelentkezéseket, és utána meg láttuk a felvett hallgató jelentkezéseket, akkor természetesen mi is megpróbáltunk tükörbe nézni, és mi is készítettünk elemzéseket, és megnéztük, hogy azok a felsőoktatási intézmények, akik 2016-ban váltak egyetemmé, vagy kapták meg az egyetemi rangot, azok mit tudtak kihozni ebből az egyetemi rangból, és azt látjuk, hogy azok közül, az intézmények közül, akik egyetemei váltak 2016-ban, nagyon előkelő helyen vagyunk, Eger után rögtön mi következünk, tényleg csak néhány fővel vettek föl többet az egri egyetemre, mint hozzánk, ott 150 körül van a fölvett hallgatói plusz tavalyhoz képest, nálunk meg 135. Tehát ott vagyunk, ami azt jelenti, hogy ki tudtuk hozni a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan azt a pluszt, ami az egyetemi vállásit jelentett. Vannak olyan képzési területek, vannak olyan szakok, ahol célirányosan a Nyíregyházi Egyetem szeretett is volna erősíteni. Ugye az elmúlt években már az egyetemi vállás előtt is mondták, hogy szeretnék visszahozni a tanárképzésnek a presztízsét, szeretnék, hogyha többen jelentkeznének a tanári szakokra. Úgy látszik most a számokból is, hogy ez sikerült. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert valóban az intézményfejlesztési tervünk két területre koncentrál, az egyik a mérnökképzés, műszaki mérnökképzés, a másik pedig a pedagógus képzés. Itt is az országos trendet hozzuk. Országosan az összes felvett hallgatóknak 9%-a jelentkezett pedagógus képzésre, nálunk 8. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül annyi. Valóban országosan is azt lehet mondani, hogy növekedett a pedagógus képzés iránti kedv, ez úgy a jelentkezések, mint a felvett hallgatói létszámok jelzik, és nagyon érdekes, a mi esetünkben például a történelem testnevelés tanári szak volt a legnépszerűbb, és azok a klasszikus tanárszakok, amit az én időmben, olyan klasszikusnak hívtuk, hogy magyar történelem, ezek úgy kezdenek visszajönni, tehát nagy az érdeklődés a magyar történelem iránt, természetesen a testnevelés az minden szakpárosítással, de az angol nyelvvel párosított tanárszakok is népszerűek voltak. Hát ahol, ami országosan is probléma, a természettudományos tanári szak, itt is sikerült fölvennünk hallgatót, különösen a földrajz, ami népszerű, a fizika, a kémia és a biológia, itt is be tudtuk indítani az évfolyamokat, de
azt hiszem, hogy itt még lehet erősödnünk. Igen, de ez az országos átlagnak megfelelően alakul itt is így, hiszen ezeken a területen, itt ebben a régióban egyébként most szeptemberben olvastam is, hogy tanárhiány van, tehát fizika, matematika szakos tanár, vagy kémia, matematika szakos tanár kerestetik nagyon sok általános iskolában és középiskolában is. Hogyha egy picit a státuszhoz visszatérünk, és ez lesz az első tisztán egyetemi év, vagy egyetemi tanév a Nyíregyházi Egyetem életében, akkor ez egy komoly szakmai kihívás is. Ugye, amikor az egyetemi válás előtt beszélgettünk, akkor elmondták, hogy milyen irányt vesz az egyetem, milyen lesz tehát a szakmai munka az egyetemen. Hát mi elsősorban arra koncentrálunk, hogy azok a hallgatók, akik felvételt nyertek, azok találják meg a számításaikat. Tehát itt mindenképpen a tartalom az, amiben azt gondolom, hogy nem lehet kompromisszumot kötni. A tartalom és hát a munkaerőpiaci elvárásoknak duális képzéseink is vannak, ezzel is megpróbálunk a munkaerőpiaci igényeket kielégíteni. Ugye mindig az a vád éri a felsőoktatást, hogy hát nem a nagybetűs életnek képez, hanem nagyon el van szakadva a való világtól. Hát a duális képzés ez megoldja, mert a hallgatóképzésüknek egy jelentős részét a munkahelyeken töltik. És ez arra is jó egyébként, hogy azok a hallgatók, akik nem biztos, hogy tudják, hogy amire jelentkeztek ez a munkaerőpiacon, milyen készségeket, kompetenciákat követel. Ezek a hallgatók konkrétan az első fél évtől kezdve kipróbálhatják magukat, hogy valóban arra a pályára szánták-e magukat. Itt államtitkár helyettes úr, amikor itt volt, akkor elmondta, hogy országosan, és ez nem nálunk van, nagyon nagy a lemorzsolódás a duális képzésnél, például az agrár területen, mert a hallgatók szembesülnek vele, hogy hát igen, az agrár területen, például állattenyésztésnél 0-24 órás a munka, és nincs szabadság, és hát bizony sokan elgondolkodnak. Hát mi, nálunk is van lemorzsolódás, de sokkal-sokkal kevesebb a duális képzésből. Vannak területek, ahol például a közgazdász területen, gazdálkodás menedzsmentben, ahol most kezdünk, nagyon népszerű volt a, tehát tényleg azt mondom, hogy a munkaerőpiac erre ráugrott, és mindenki, akit megkerestünk, az örömmel vállalt hallgatókat. Igen, ezt tudjuk, hogy nagyon sok cég bekapcsolódott és aláírta ezt a bizonyos együttműködési megállapodás szerződést. A Nyíregyházi Egyetem és nagyon sok helyen lesznek kín gyakorlaton, lehet ezt így mondani, hallgatók, hiszen ez már arról szól, hogy már az első időszakban is nem csak elméletet, hanem gyakorlatot is szerez, és egy picit arról is szól, hogy a hallgató bebiztosítja magát. Tehát olyan diplomát fog megszerezni, amivel el is tud akár helyezkedni annál a cégnél. Hát meg arról is szól, hogy pontosan látja, szoktuk mondani, amikor a hallgatók panaszkodnak, hogy milyen nehéz a felsőoktatás, és mindig mondjuk, hogy aha, majd nézd meg, hogy milyen az első főnököd. És akkor, hát itt pontosan látja, hogy a munkaerőpiac mondjuk milyen kompetenciákat kér, mennyire kell pontosnak, precíznek lenni ahhoz, hogy az ember valóban a későbbiek sem ott tudja folytatni a karrierjét, és hát bízom benne, hogy azok a kérdések, tapasztalatok az oktatást is gazdagítják, hiszen eddig a nappali tagozatos képzésben nekünk tulajdonképpen, amit mondtunk, azt a hallgató 2-3 év múlva próbálhatta ki. A duális képzésben másnap kipróbálja az elméletet. És hát az egyetemnek még nagyon röviden erről nagyon fontos beszélni, szerintem, hogy fontos kihívása lesz az is, hogy amellett, hogy a jól képzett és gyakorlata rendelkező hallgatókat elviszi teljesen a diplomáig, vagy elkíséri a diplomáig, figyelnie kell azokra a hallgatókra is, akik valamilyen tanulmányi nehézséggel küzdenek, vagy akár a lemorzsolódás veszélye évközben fennáll, vagy fennállhat, vagy akár nincs meg a nyelvvizsgája, és azért nem kaphatja meg a diplomáját. A Nyíregyházi Egyetemen ezt miért tartják fontosnak, és hogyan fognak erre fókuszálni? Nagyon érdekes, valóban óriási energiákat fordítunk a beiskolázásra, ugye külön beiskolázási stratégiák készülnek, és akkor azt szoktuk mondani, hogy amikor már itt a hallgató, akkor úgy megnyugszunk, hogy itt vannak. És hát mi azt képviseljük itt elsősorban a kollégákkal, hogy a legjobb reklám az elégedett hallgató. Tehát nagyon fontos, hogy az intézményről olyan kép alakuljon ki, hogy itt nem csak valóban fölkészítjük a diplomára, hanem mindazt a segítséget megkapja, ami szükséges ahhoz, hogy a diplomáig eljusson. Ennek sokfajta területe van. Tudjuk jól, hogy a természettudományos területeken a hallgatók hát néha komoly
hiányos, mondjuk matematikai, fizikai ismeretekkel rendelkeznek. Ugye nincs felvételi rendszer, hozott pontszámok vannak, a középiskolák egy ötöst különbözőképpen lehet egy iskolában ötösnek lenni, meg egy másikban. És akkor azzal kezdik ezek a kollégák, hogy fölmérik azokat az előzetes ismereteket, amivel rendelkeznek, és akkor különböző szintű felkészítő vagy korrepetálás, nem jó szó a korrepetálás, felzárkóztató kurzusokat hirdetünk. Patronáló tanári rendszerünk van. Ugye a hallgató megérkezik úgy, hogy középiskolában volt osztályfőnöke, az osztályfőnök pontosan tudta, hogy ő most miért hiányzik, beérkezik a felsőoktatásba, és teljesen önállóvá válik, tehát egy fél évig tulajdonképpen senki meg nem kérdezi tőle, hogy érted-e az anyagot, vagy nem. És akkor egyszer csak hirtelen szembe találja magát, hogy jönnek az EH-k, de egy nap három, és különösen az első fél évre kell nagyon odafigyelni, tehát olyan kurzusokat hirdetünk, amelyek egyrészt ilyen tanulástechnikai kurzusok, tehát az, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes tanulni. Tehát a patronáló tanári rendszer, a felzárkóztató kurzusok, ezek segítik, de azt tapasztaltuk, hogy tanulni lehet mástól, más felsőoktatási intézménytől. Dunai Városi Egyetemnek van egy rendkívül sikeres lemorzsolódás csökkentő programja. Mi is részt vettünk ennek a programnak az értékelésében, és hát megmondom őszintén, minden olyan jó ötletet, dolgot, ami nekik sikeres volt, igyekszünk átvenni. Az idegen nyelvnél az a probléma, hogy a hallgatók a középiskolában általában egy valamilyen szintű nyelvtudásra érkeznek, majd utána megnyugszik, hogy nem kell idegen nyelvet tanulnia, és még azt is elfelejti, amilyen tudásra érkezett. Ezért most jelentősen megnőtt 8-ról 80-ra azoknak a kurzusoknak a száma, amelyet idegen nyelven vehetnek föl a hallgatók. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy ne felejtődjön el a középiskolai nyelvismeret. Természetesen vannak nyelvi kurzusok is még ezen túl, és hát bízunk benne, hogy amire a záróvizsgához érkezik, addigra már nem lesz probléma a nyelvvizsga. Köszönjük szépen, rektor helyettes asszony! Köszönöm!